Ingyenes nyelvvizsga, jövő év elejétől utófinanszírozással lesz térítésmentes a nyelvvizsga. Épül a bicikliút, június közepére elkészülhet a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút. Megújult a kúria, az egykor üres Ibrányi Fráter kúria most régi pompájában látogatható. Ingyenes lesz az első nyelvvizsga megszerzése, de csak a jövő év elejétől, 35 éves kor alatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az intézkedéssel a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességét szeretnék segíteni. A statisztikai adatok szerint ugyanis a fiatalok mindössze 31%-a rendelkezik nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal. A sikeres komplex vizsgát követően az új nemzedékközpontnál lehet majd visszaigényelni a befizetett díjat, amelynek értéke 34.500 forint. Itt a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelvi oktató és vizsgáztató központjában 6 féle nyelvvizsgára lehet jelentkezni, és különböző típusok között is válogathatnak az érdeklődők. Egy nyelvű és két nyelvű mód, de szaknyelvi vizsgáztatás is van. Évente így összesen 3-4 ezer vizsgázó is jelentkezik a központba. Novák Katalin a napokban jelentette be, hogy a kormány január 1-től az első nyelvvizsga díját minden 35 év alatti fiatalnak finanszírozza utólag. Ez azért nagy segítség, mert a felső oktatásban 2020-tól már bemeneti követelmény a nyelvtudást igazoló bizonyítvány, és alapszakos diplomát sem kaphat készhez egy diák sem nélküle. Van egy olyan fontos elvárásunk, hogy a nyelvismerete az, az embernek annyiféle kommunikációs lehetősége, ha a nyelvet külön ismer, vagy szoktuk mondani, ha a nyelv annyi ember van. Ez azért fontos, mert hogy azért csak egy olyan unióban élünk, ahol mindenképp jó az, hogyha a közvetlen embertársainkkal a saját anyanyelvükön tudjuk tartani a kapcsolatot. Több mint valószínű, hogy a vizsgahelyek számára az igen fontos lesz, hogy hány nyelvet ismernek ezek a gyerekek, illetve hogy milyen életkorban jönnek ide. Nekünk fontos megállapításunk ebben a pillanatban az, hogy megváltozott a nyelvvizsgára jelentkezőknek az összetétele. Egyre jellemzőbb, hogy érettségi előtt álló diákok jelentkeznek nyelvvizsgázni. A kormány azoknak fizeti vissza a nyelvvizsgadíját, akik komplex bizonyítvánnyal rendelkeznek, tehát a szóbeliük és az írásbeliük is sikeres volt. Ezt akkor is térítik, ha nem egyszerre sikerül a két rész. A visszakapható összeg 34.500 forint, ez közép- vagy felsőfokú vizsga esetén is igénybe vehető. A kormány a jövőben az idegen nyelv oktatását is támogatja majd. Ennek a kiemelt projektnek a címe önkéntesség személyre szabva, és ennek pont az a lényege, hogy fél év, egy éves önkéntes tevékenységet, amennyiben meghatározott szervezeteknél végez egy fiatal. Májustól indul meg csak a beadási határidő a projektre, tehát még nem tudjuk, hogy kik lesznek ezek a kedvezményezettek végül, de abban az esetben, hogyha egy önkéntes tevékenységet végez, akkor ezeknek a szervezeteknek valamilyen nyelvi órát, vagy valamilyen nyelvi tanfolyamot kell biztosítaniuk a fiatalok számára. Az ingyenes nyelvvizsga programot azért is indított el, mert a tavalyi magyar ifjúság kutatás alapján a fiatalok 73%-a úgy nyilatkozott, hogy maga biztosan beszél valamilyen idegen nyelvet, bizonyítványa azonban csak 31%-uknak van. A tervek szerint június közepére elkészül a Nyíregyháza és Tokaj közötti teljes kerékpárút. A beruházás összesen 2,6 milliárd forintba kerül, tájékoztatta televíziónkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A fejlesztés részeként az új összességében 21 kilométeres szakasz kiépítése mellett Tokaj és Rakamasz között 3 hidat is felújítanak a következő hetekben. Fennakadás nélkül haladnak a munkálatok a 38-as főút mellett. Bár a gépjármű forgalmat néhol lassíthatja a beruházás, a kerékpárosok örülhetnek, hogy már szemmel látható eredményei is vannak az útépítésnek. A kerékpáros közlekedés fejlesztését még 2015. novemberében jelentették be. 2017. február 28-án történt meg a szerződéskötés a kivitelezőkkel, és a rákövetkező napon pedig át is vették a kivitelezők ezeket a területeket, és azóta folyamatosan zajlanak a munkák. Jelenleg előkészítő munkák történnek, ami humuszleszedést és fakivágást jelent. Ezen kívül még több helyen földműépítési feladatokat is végez a kivitelező, valamint szegélyépítés és alaprétegépítés is zajlik. A kerékpárút hiányzó szakaszainak kiépítése összesen 2,6 milliárd forintba kerül. Ennek több része van. Rakamasz kül- és belterületén összesen 4,9 kilométer kialakítása 754 millió forintba kerül,
Tiszanagyfalu és Nyírtelek között 8,7 km út építésére 640 millió forintot biztosítanak. A Nyíregyháza és Nyírtelek közötti hiányzó szakasz hossza 7,3 km hosszú. Itt 778 millió forint a beruházás költsége, de Nyíregyháza belterületén is érint egy fél kilométert az útépítés, ez 143 millió forint értékű. A NIF tájékoztatása szerint minden a tervek szerint halad. Általánosságban elmondhatjuk, hogy semmilyen olyan váratlan esemény nem jött közbe, ami módosíthatná az átadás várható időpontját, és a tervek szerint június közepén kerül majd átadásra a Tokaj-Nyíregyháza közötti hiányzó kerékpárút különböző szakasza. A fakivágás, illetve a hidaknak az építése az ugye benne van a kivitelezési tervben, erre külön szerződésünk van, minden a megfelelő ütemezésnek megfelelően halad. A projekt részeként egy 3 kilométeres szakaszon Toka és Rakamasz között három régi hidat is felújítanak. 304 millió forintból megújul a Kis, a Görbe és az Aranyos híd. Az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a szakképzési centrumok és a Nemzeti Pedagógus Kar közös konferenciáján Kisvárdán. A pedagógus kar célja, hogy minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézményben képviseltesse magát, és hidat képezzen a törvényalkotók és a gyakorlatban dolgozó pedagógusok között. A kormányzat, valamint az oktatási irányítás partnereként véleményezés jogszabályalkotásoknak a vizsgálatával, azoknak javaslatával foglalkozunk, és az lenne az optimális munka, hogyha el tudnánk jutni mi pedagógusok arra szintre a Nemzeti Pedagógus Kar segítségével, hogy a bennünket körülvevő munkánkat meghatározó jogszabályok megalkotásánál mi is részt tudjunk venni, és könnyebbé tudjuk tenni a munkánkat. Elektrofiziológiai berendezéseket és egy mammográfiás vizsgálatokat segítő eszközt is adományozott a Máté-Szalkai Kórháznak a helyi Rotary Klub. A szervezet vezetője azt mondta, szeretnének tovább segíteni, a tervek szerint a kórház területén egy parkot alakítanak majd ki. Mostani adományuk a Máté-Szalkai gyógyító munkát korszerűsíti, a három eszköz mintegy 3 millió forintba került. A Máté-Szalkai Rotary Klub második alkalommal támogatja a kórházat nagyértékű orvostechnológiai eszközökkel. Igyekeztünk olyan területet kiválasztani, amelynek a támogatására jelenleg is sor került, ahol nagy a betegforgalom, a lakosság nagy része megfordul ezeken a rendeléseken. Így ebben az évben a fizioterápiás szakrendelést támogattam a Rotary adományként két elektrofiziológiás eszközzel. Ez a mozgásszervi betegek kezelésében alkalmazott terápia a lakosság nagy számban vesz igénybe. A másik terület a mammográfiai szűrőállomás támogatása volt, itt pedig foszforlemezes kazettákat adományozott a Rotary. Ezzel a mammográfiás szűrővizsgálatok hatékonyságát tudjuk fokozni. Átadták az Ibrányi Fráter kúriát, az országos műemlékvédettségű épület Kótajban található, a település önkormányzatának tulajdona, amely most a norvég alap támogatásából újulhatott meg. A kúria belső tereinek és környezetének korhű helyreállítása látogathatóvá tette az egykor üres épületet. A beruházás kulturális és turisztikai célokat szolgál. Az 1740-es években Ibrányi András huszár ezredes építette a kúriát, amit 1867-ben a Fráter család vett meg és birtokolt. A kis barokk kastély országos műemlékvédettségi épület, amely egy copf stílusú, szabadon álló földszintes épület. A kúriát előbb kívülről tették rendbe, majd belső tereit is sikerült korhűen helyreállítani. A külső homlokzatát, tetőszerkezetét 2001-ben felújították, miután ismét Kótaj önkormányzatának tulajdonába került az épület, a norvég alap nyújtott forrást a teljes rekonstrukcióhoz. Ez a település megmutatta, hogy képes arra, hogy megőrizze ezt az épületet, képes arra, hogy dolgozzon érte, képes arra, hogy pénzt áldozzon rá. És elértünk abba a minimális állapotba szerintem, amit már érdemes fejleszteni, érdemes többet költeni rá, érdemes bevonni akár a megyei, illetve az országos turizmus életébe.
A kúria jelentős műemléki értéket képvisel, ezeket a freskókat most restaurálták, a berendezések és tárgyak között a Megyei Múzeum gyűjteményéből igazi különlegességek is megtalálhatók. A kulturális és természeti örökség védelme megőrzése és hozzáférhetőségének javítása címén a település 106 millió forint pályázati támogatásban részesült, a kiskastély környezetét is rendezték, zöldítettek, térkövet raktak le és parkolókat létesítettek. A projektet tavaly szeptemberben indították el, az ütemtervnek megfelelően 2017 áprilisára befejeződött a kúria helyreállítása. A pályázat révén egyrészt eszközbeszerzés valósult meg, így fel tudtuk tölteni a termeket berendezési tárgyakkal. Mind antik bútor valamennyi, ami itt látható a termekben. Ezen kívül, hogy nem csak a régi időket idézzük, hanem a modern kor technikáit is bevonjuk ide a kúria falai belül. Infrastrukturális fejlesztés, illetve interaktív tartalomfejlesztés keretében pedig különböző számítógépeket szereztünk be. Lehetőség van arra, hogy megtekintsék ezeken az eszközökön a kúria egyes termeit, különböző tájgazdálkodásnak az eszközeit. A kúriába időszakos, tematikus kiállításokat terveznek, múzeumpedagógiai célokra is használja a helyi közösség. Az önkormányzat fenntartásában működik majd, állandó nyitvatartás mellett. Két autó ütközött egymásnak szombat délután Nyíregyházán a Tokaji úton. Egy lengyel rendszámú személygépkocsi sofőrje nem volt kellően körültekintő, és az előtte forgalmi okokból lassan haladó magyar rendszámú személygépkocsi hátuljának ütközött. A balesetben senki sem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős. A műszaki mentés és helyszínelés idejére a balesettel érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. Emléktáblát avattak a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére. Hamarosan láthatják tudósításunkat, előtte nézzük a híradó további témáit. 4 gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 30-26-ra nyertek a házigazda ellen. Bár a hajráig vezetett, végül 1-1-es döntetlennel és 1 ponttal tért haza Moson-Magyaróvárról a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese továbbra is a feljutást jelentő 2. helyen áll az NB2 tabelláján. A kisvárda a szerdai fordulóban a Siófokot fogadja. Emléktáblát avattak a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon kedden. Az ünnepségen elhangzott, 133 éve működik tűzoltóság a megyeszékhelyen, a veszélyhelyzetekben a helyi lánglovagok több generációja mentette az emberéleteket és anyagi javakat anélkül, hogy közülük bárki súlyosan megsérült vagy meghalt volna. Koszorúzáshoz készülnek a tűzoltók a 4 évvel ezelőtt felavatott Szent Flórián szobornál. A tűzoltók védőszentjéről országszerte május elején emlékeznek meg, tiszteletére koszorúzásokat, istentiszteleteket is tartanak. Az ünnepség után felavatták az önkormányzat támogatásával a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére állított emléktáblát a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. A helyi hivatásos tűzoltók parancsnokság vezetője beszédében elmondta, a 133 éve alapított tűzoltóság tagjai számos bevetésen bizonyították rátermettségüket, segítettek például Nyíregyháza 1944-es bombázásakor, az 1979-es zsanai gázkitörésnél, az 1970-es és 2001-es tiszai árvizeknél, és a Medréből kitörő Duna gátjain is ott voltak 2013-ban. Amit most avattunk táblán, azon van egy nagyon fontos szlogen, amelyet 1884-ben az akkori augusztus 13-ai első szolgálati napról beírt a szolgálatparancsnok. Ez az idézet került most fel a táblára, illetve a táblának a jelentősége az abban rejlik, hogy az elmúlt 133 évben, hála Istennek, nem volt olyan
sajnálatos káresemény, ahol tűzoltó súlyosan, életveszélyesen sérült meg, vagy esetleg meghalt. Nyíregyházán 102-en dolgoznak a helyi tűzoltó parancsnokságon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig összesen 500-an. A létszámban a tűzoltók mellett a kormánytisztviselők és a közfoglalkoztatottak is benne vannak. A szervezet tagjai együtt dolgoznak a tűzvédelem, az iparbiztonság, a polgári védelem és a vízvédelmi hatósági feladatok területén. Szükség van arra, hogy a tűzoltókat elismerjük, hiszen ők nap mint nap teszik a dolgukat, az emberekért dolgoznak, szolgálnak. És nem törődnek azzal, hogy esetleg ők is bajba kerülhetnek, hanem mentik az anyagi javakat és mentik az emberi életet. A Szent Flórián napi megyei központi ünnepséget szerdán tartják meg Kisvárdán, ahol kitüntetéseket és elismeréseket adnak át a katasztrófavédelmi igazgatóságon dolgozóknak. Négy gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 30-26-ra nyertek a házigazda ellen. A kisvárda legközelebb pénteken Debrecenben lép pályára. A hazaiak szerezték meg a vezetést, amire azonnal válaszolt is a Ferencváros. A 20. percig fejfej mellett haladtak a csapatok, többnyire a kisvárda vezetett, a félidő hajrája azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így 14-12-es vendégelőnél vonulhattak pihenőre a játékosok. A második félidő elején ellépett ellenfelétől a Fradi, 6 gólra nőtt a különbség, a kisvárda azonban nem adta fel, az utolsó 5 percben faragott hátrányából a házigazda, így végül 4 gólos győzelemnek örülhetett a tabella második helyén álló Ferencváros. Ott válok az ellenfélnek, mert nagyon nagy erőbedobásra kényszerítettek minket, és végig is egy nagyon jó hangulatú mérkőzést játszottunk. Én különösen örülök annak, hogy ez nem lett sima, mert feltétlenül azt gondolom, hogy számunkra ez volt most a kedvező, de mindenképpen egy kicsit elégedetlen vagyok mind a védekezésünkkel, mind a támadásunkkel, tehát ilyen dekoncentrált volt. A sebességünk megfelelő volt, én azt gondolom, és a kisvárda is nagyon jó sebességen kézilabdázott, de én feltétlenül úgy gondolom, hogy mi rendkívül sok hibával. Mindezek ellenére, tehát a 2 pontért jöttünk, az megvan, és megyünk tovább. Örülünk neki. És még egyszer gratulálok az államfelnek, mert tényleg egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani. A hazaiak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével, mivel a meccs végéig teljes előbedobásra készítették ellenfelüket. Én úgy gondolom, amit terveztünk, az megvalósult. Mi nekünk az volt a szándékunk, hogy a jövő heti Debrecen meccsre felkészülvén, ahol szeretném vagy pontot és vagy pontokat szerezni, egy jó meccset játszottunk a Ferencvárossal, ami úgy gondolom össze is jött. Erőbedobásra kényszerítettük a Fradit. Ott volt a első fél 20. percétől a másik fél 5. percig egy ilyen 12 perces gólcsendünk, ahol elléptek. Aztán újra hál' Istennek a cserék is jó szálltak be a mérkőzésbe, és újra magára talált a csapat. Úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek. Én azt mondom, ez az eredmény ránk nézve ízelgő. A tabella élén a Győr áll 41 ponttal, megelőzve a 37 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 12 ponttal a 12. helyen várja a következő fordulót, pénteken Debrecenben lép pályára Dévényi János együttese. Bár a hajráig vezetett, végül 1-1-es döntetlennel és 1 ponttal tért haza Moson-Magyaróvárról a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese továbbra is a feljutást jelentő második helyen áll az NB2 tabelláján. A kisvárda a szerdai fordulóban a Siófokot fogadja. Jól kezdte a találkozót a kisvárdai csapat, a vendégek Gosztonyi révén már a 11. percben megszerezték a vezetést. Az első félidőből hátralévő időben nem nagyon forogtak veszélyben a kapuk, a szünet után viszont több lehetőség is adódott a kisvárda előtt. Ezekből viszont nem született gól, a Moson-Magyaróvár azonban a 79. percben egy ellentámadásból betalált Iváncsics kapujába. Az egyenlítés után is volt helyzet a vendégcsapatnak, de mivel az sem sikerült gólra váltani, mindkét együttes 1 ponttal gazdagodott. Abszolút van hiányérzetünk. Én azt gondolom, hogy az ellenfélnek egy kaput eltaláló lövése volt, nagyon lehetőségük sem akadt. Ennek tükrében azt gondolom, hogy ott hagytunk 2 pontot. Hát a következő meccsre kell koncentrálni, és ki lehet javítani a hibát. Az NB2-es tabella élén a Puskás Akadémia áll, 66 ponttal megelőzve az 59 pontos Kisvárdát. A Kisvárda szerdán 17 óra 30-kor a Siófokot fogadja a Várkerti pályán. Egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, ugyanis a Siófok jó szériában van. Egy szervezett csapatról van szó, aki jól védekezik.
Úgy gondolom, hogy nem lesz sok gól a mérkőzésen, de mindenképp javítani szeretnénk a vasárnapi mérkőzés után. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Nyíregyháza Spartacus, Kozár Misleny Balmazújváros, Budaörs Cegléd, Soroksár Grosics Akadémia, Szeged Vác, Cigánd Csákvár, Szolnok Dorog, Sopron Mosonmagyaróvár és Békés Csaba Zalaegerszeg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Jövő év elejétől 35 éves kor alatt ingyenes lesz az első nyelvvizsga megszerzése. A statisztikai adatok szerint a fiatalok mindössze 31%-a rendelkezik nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal. A befizetett vizsgadíjat a sikeres komplex vizsgát követően lehet majd visszaigényelni, annak értéke 34.500 forint. A tervek szerint június közepére elkészül a Nyíregyháza és Tokaj közötti teljes kerékpárút. A beruházás összesen 2,6 milliárd forintba kerül. A fejlesztés részeként a 21 kilométeres szakasz kiépítése mellett Tokaj és Rakamasz között három hidat is felújítanak a következő hetekben. Átadták az Ibrányi Fráter kúriát. Az épület a Norvég alap támogatásából újult meg. A kúria belső tereinek és környezetének korhű helyreállítása látogathatóvá tette az egykor üres épületet. A beruházás kulturális és turisztikai célokat szolgál. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 2-án kedden. Friss hírekkel holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős, de enyhe időre számíthatunk, záporokkal, zivatarokkal, délfelől pedig továbbra is meleg, nedves levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban változóan felhős idő várható, hajnaltól zápor, zivatar is kialakulhat, a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, záporok, zivatarok várhatóak. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, meleg és hidegfronti hatás egyaránt érezhető térségünkben. A hét végéig változékony időre van kilátás, de a hőmérséklet nem változik jelentősen. A fátyol és gomoly felhők mellett főként csütörtökön és szombaton lehet számítani napsütésre is, de emellett minden nap kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Olykor viharossá fokozódhat a szél, vasárnap egy hideg front éri el térségünket, emiatt a jövő hét elején hűvösebbre fordul az idő.